Lázár Botond kolozsvári egyetemista a vendégünk, aki megoldást talált a kolozsvári forgalom felszámolására. Nézzük csak, ez egy megvalósítható helyzet, vagy csak utópia? Szervusz, Boti, már is köszönöm. Kívánok. Nos, hát ez így nagyon jól hangzik, meg nagyon sokan neki ugrottak ennek a kérdésnek. Te másodéves vagy, ugye? 2 éve laksz Kolozsváron. Másodéves mester is vagyok, 5 éve lakok Kolozsváron. 5 éve laksz Kolozsváron. Ez alatt gondolom volt időd megtapasztalni a forgalmat. Minden reggel. Tehát emiatt ötlött az a fejedbe, hogy ezen változtatni kellene? Igen, én elég nehezen kelek fel reggelente, úgyhogy alapból késéssel indulok neki a napomnak, amire még rátett egy rendet minden nap a kolozsvári forgalom és az általános dugó. Ezt folyton felidegesített, és erre próbáltam megoldást találni, illetve ebből a problémából indultunk ki. Tehát nem kis dologról van szó, itt egy olyan jelzőlámparendszert dolgoztál, illetve dolgoztatok ki a csapattal, akivel együtt dolgoztál, amely automatikusan érzékeli, mikor kell elengedni az autósokat. Na, most neked ezt úgy kell itt elmesélni és elmondani, hogy én a női sofőr is értsem, én, aki gyakran átmegyek a piroson. Oké. Az út, gyakorlatilag építettünk egy modellt egy kereszteződésről, egy 4-ágú kereszteződésről, és az úttestbe szenzorokat építettünk, amik érzékelik, hogyha felette van egy jármű. Abban a pontban, amikor egy adott irány megtelik járművel, megpróbáljuk azt a irányt felszabadítani. Na, bocsánat, egy kicsit kérem a kollégákat, mutassák a képet. Igen, most már látják a nézők is. Jó, most a kép szerint mondjad, hogy értsük is, igen, tehát... Igen, tehát hogyha megnézzük a bal oldalát a képnek, ott van 2 jármű, igen. Amelyek alatt van egy-egy szenzor. A kicsi fehér kockák jelölik azt, hogy hol vannak a szenzorok. Igen. Illetve látszik még a kép bal oldalán egy másik kicsi pötty, az a 3. szenzor, az az 5. autó távolságában van. Abban a pillanatban, hogy valahol felgyűl 5 autó, akkor azt feltételezzük, hogy abban az irányban dugó van, és megkeressük azt a pontot, amikor azt a dugót el lehet engedni, fel lehet szabadítani azt az irányt. Ha valamelyik irányban például 1 autó sincs, akkor azt az irányt teljesen le lehet zárni, és lehet engedni azt az irányt, ahol ténylegesen forgalom van. Uh-huh. Tehát például nincs értelme zöldet tartani egy olyan szakaszon, ahol nincs autó, mert úgyse használjuk ki azt a zöld időszakot. Ellenben, ahol van jármű, ott megéri már azt a felszabadult fél percet elengedni őket. Mert te azt mondod, hogy a jelzőlámpák tulajdonképpen és a körforgalmak által irányított kereszteződések tulajdonképpen lassítják a forgalmat. Igen, a körforgalmat nehezen tudjuk megoldani, ott teljesen a sofőr magabiztosságán, illetve bátorságán alapszik, hogy mikor ugrik ki, beugrik, időben. Vagy nem ugrik be egy adott fél autónyi helyre, vagy egy autónyi helyre. A jelzőlámpa egy kicsit másabb dolog. Ha beleviszünk valami dinamikát a statikus időegységekbe, akkor az emberek kevésbé veszik elő a telefont, és nézik az SMS-t, vagy Facebookot, így a reakcióidőjük is csökkenthető. Illetve, hogy az előbb elmagyaráztam, hogy ha egy adott ponton nem várjuk meg azt, hogy nem hagyjuk, hogy olyan hely zöld legyen a jelzőlámpa, ahol nincs jármű, és elengedjük azokat az ágakat, ahol van, akkor ezzel is felgyorsítható a forgalom. Ebből indultunk ki, hogy mi ezt feltételezzük. Tehát ez szerint, hogyha ez szerint a módszer szerint közlekedünk ezután, akkor az autóvezetőnek sokkal figyelmesebbnek kell lennie. Igen. Tehát azért ez egy nehéz feladat, igen, megterhelő. Pont emiatt a maga a rendszer az egy statikus időegységen alapszik. Szóval mintha normálisan egy kereszteződésbe mennénk, érkeznénk, amit jelzőlámpa irányít, és csak akkor működik úgymond ez a wave funkcionalitás, amikor egy adott irányba a dugó kezd kialakulni. Addig a pontig, ameddig nincs dugóra esély, szóval kevés autó jár a körforgalomba például, vagy egy adott irányban nincsen feltorodva semennyi autó, addig a pontig nem éri meg a sofőröket terhelni
a folyamatos változással. A megszokott mód alapján, időegységek alapján tudja, hogy mikor kell induljon, mikor kell megálljon. Mennyire nehéz ezt megvalósítani, vagy gyakorlatba ültetni, hiszen azért mégiscsak egy államvizsga dolgozatot írtál erről. Ez nem egy-két oldalnyi feladat, és a szakdolgozatodban meg majd tovább szeretnéd fejleszteni. Igen. A jelenlegi rendszert elég nehéz lenne megvalósítani a való életbe, teljes infrastruktúrális változást, fejlesztést kéne kivitelezni. A jelenlegi rendszerünk az gyakorlatilag az udvaépített szenzorokkal alapján érzékeli a járműveket, ezt bele kéne építeni az úttestekbe, ami megint nem lenne előny a sofőröknek, mert hónapokig le lenne zárva bizonyos kereszteződés, hogy kivitelezzük a fejlesztést. A disszertációm során szeretném ezt kamerákra fejleszteni, és kamerákkal felismerni a forgalmat. Ez megoldaná azt a problémát, hogy nem kell nagy fejlesztésekbe belefogjon a város is, kisebb költség lenne neki, illetve hogy ahogy én megfigyeltem, Kolozsváron már nagyjából mindegyik kereszteződésnél van kamera. Itt ez a képfelismerő rendszer. Igen, ez igen, ugyanaz, képfelismeréssel ugye? Dolgoznánk. Uh-huh. Igen. És az infravörös érzékelőket hol építenéd be? Jelenleg infravörös érzékelőkkel működik a járművek felismerése, és a disszertációm során ezt cserélném meg képfelismerésre. Igen. Ki? Igen, mert gyakorlatilag ez az a szenzor, amit belépítettünk az úttestbe. Egy másik funkcionalitásként egy úgynevezett éjjeli módot is kitalálnátok. Ez mit jelent? Igen, szóval éjjel gyakorlatilag kevés autó közlekedik, ezért nem éri meg működtetni a jelzőlámpákat teljes működési struktúrájuk alapján. Így azt találtuk ki, illetve Amerikából egy modellből azt vettük át, hogy minden jelzőlámpa piros, és amikor egy jármű közeledik a kereszteződéshez, akkor az ő iránya zöldre vált. Tehát érzékeli, és igen, a közeledő járműveket érzékeli, őt elengedi, illetve hogyha több jármű van, akkor őköt elengedi, ha több autó keresztezni egymást, akkor pedig beérkezési sorrendben engedjük el a beérkező járműveket. Ez nem tűnik olyan nehezen megvalósíthatónak. Nem, ez egy kicsit könnyebb. Azt is mondod, hogy a sofőröket a biztonság növelése érdekében automatikus büntetés kiosztó gátolná meg abban, hogy szabálytalanságukat kövessenek el. Na, ezt magyarázd el. Ez egy nagyon távoli terv. Hát gyakorlatilag az lenne a lényeg, ha beugrassz a piroson, vagy nagyon sokáig várakozol a zöldön, akkor feltartod a forgalmat, és ilyen nagyon minimális büntetéseket lehetne kiosztani, mondjuk kihágásonként 5-10-zel. Amikor végigmész a városon, átmész két piroson, valahol bealszol, valami már egy naponta 50-re összegyűlhet, ami arra ösztökél téged, hogy inkább jobban figyelj arra, hogy mit csinálsz, amikor vezetsz legalábbis. Milyen esély van arra, hogy ezt itt Kolozsváron meg is lehessen valósítani? Tehát neked még hátra van, tehát még fejlesztesz, javítasz az ötleten, ugye, hiszen azt mondod, hogy a szakdolgozatodban tovább fejleszted. Mikor lesz az a pillanat, amikor a szakdolgozatoddal bekopogsz a polgármesteri hivatalba esetleg, és megkérdezed, hogy ez megvalósítható-e? Remélhetőleg július végén, az államvizsga leadása után. Gyakorlatilag ez attól függ, hogy mennyire tudok haladni a projekttel. A cég, ahol dolgozok, felkarolt és támogat a rendszer képítésében, úgyhogy valószínűleg nem én fogok bekopogtatni a polgármesteri hivatalhoz, hanem a cégtől valamilyen nyilván, képviselőt. Nyilván, de a te ötleted jut el odáig. Igen, de remélhetőleg minél hamarabb. És akkor valóban sikerül majd eljutnod remélhetően addig, hogy az infrastruktúra minimális fejlesztésével is kivételezhető legyen? Igen, ezért szeretném továbbvinni főképp a disszertációra a projektet, hogy lehetőleg minél kisebb költségekből meg lehessen oldani ezt a problémát. Na tehát akkor reménykedhetünk, hogy belátható időn Boti megmenti a kolozsvári forgalmat. Reménykedek én is benne. Sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen.